Sziasztok! Itt vagyok egy újabb videóval. A Pilis-Csabai vasútállomásról jelentkezem. A 424-es gőzmozdony jön vissza ezen a vonalon. Gőzfelhős kirándulás Esztergomba címmel. Tavaly már csináltam egy videót róla, de most egy részletesebb, több perces videó készül erről a csodáról. A 424-es 247-es gőzmozdony egyike azoknak a vonatoknak, gőzmozdonyoknak, amelyik még aktívan ellátja a személyszállítás szerepét ilyen nosztalgia járatok élén. Úgyhogy fölveszem nektek, hogy Budapestről a nyugati pályaudvarból megy Esztergomba, illetve délután megvárjuk, ahogy Esztergomból visszaérkezik Pilis-Csabára, és innen halad tovább a nyugati pályaudvarra. Tartsatok velem ebben a videóban is, kezdődjék az intro. A MÁV 424 sorozat egy legendás gőzmozdony típus, egykor a magyar ipart büszkesége volt. Számos nosztalgikus műben tűnik fel, a szép irodalomban, a filmben, a popzenében, klubokban, az emberek emlékezetében és a modellezésben egyaránt. Az államvasutak az első hat mozdonyt 1918-ban rendelte meg. A 424-001-től a 424-006 pályaszámú Bivaj vagy Nurmi Bece nevű gőzmozdonyokkal próbafutásokat végeztek, majd kialakították a végleges igényeket, de a gyártást csak az első világháború után tudták megkezdeni. A magyar királyi állami vas, acél és gépgyárak 1924-től gyártotta a 424-es sorozatú, 2D tengelyen rendezésű, univerzális, túlhevítős gőzmozdonyát. Próba útját 1924. április 22-én tartották Budapest és Vác között. Kertész Béla, mozdony konstruktőr, irányította a tervezését, de a munkában részt vett a későbbi kormányzóhelyettes Horthy István is. A sorozaton később több változást kísérleteztek ki. Legjelentősebb újítások a csillagfúvó, a Wagner-féle füstelelő, a kettős kémény, a székek és a habzásgátló alkalmazása volt. A sorozat egyik legnagyobb kihívása az ingavonati közlekedés volt, mivel egy időben felmerült a gőzmozdonyok további alkalmazása a meglévő dízel- és villanymozdonyok ideiglenes hiánya miatt. Sor került jó néhány mozdony átalakítására, de a hátrameneti problémák, mint például a jelentős sebességcsökkenés miatt nem tudott teret nyerni ez az elgondolás. Utolsó nagyobb újításként az 1960-as években a 411-es gőzmozdonyokkal együtt átalakítottak néhány 424-es mozdonyt fűtőolaj tüzelésővé, melynek köszönhetően a mozdonyok teljesítménye valamelyest megnőtt, de még így sem vehették fel a versenyt a MÁV új beszerzésű mozdonyaival. Az 1960-as évektől megjelentek a megfelelő teljesítményű M61-es Nohab és M62-es Szergely dízel mozdonyok, ezért a gőzmozdonyuk velük együtt a 424-esek szerepköre is csökkent. A sorozatot az 1980-as években kezdték selejtezni. Néhány mozdonyt guruló fűtőkazánná alakítottak, 9 darabot pedig kiállítottak. A magyar gőzmozdonyok közül a 424-es volt a legsikeresebb. 1958-ig összesen 514 darabot gyártottak belőle, ebből 149-et külföldi, főként jóvátételi megrendelésre.
Annak idején rendkívül elterjedt, mindennapos látvány volt a füstfelhőbe burkolózó mozdony a vonatok előtt, és igen hosszan szolgáltak, az 1920-as évektől a személyvonali gőzvontatás 1984-es megszűnéséig. Jelenleg két működőképes példány üzemel, a 424-247-es pályaszámú pakkoratüzelési mozdony és a 424-009-es széntüzelési mozdony, mely 2008. február 21-én történő leállítása után 2020. 8. 11-én egy nagy javítást követően újra sikeres futópróbát tett. Korábban a flottához tartozott még a 424-262-es és a 287-es is, ám a csökkenő igények miatt ezekre a mozdonyokra már üzemképes állapotban nem volt szükség. A 262-es még 1998-ban leállították, a 287-es pedig 2005-ben állt le. A VR4252 Piano névre elkeresztelt, elegáns belső kialakítású kocsi, a Nemzetközi Hálókocsi Társaság Párizs mellett található Saint-Denis-i műhelyében készült 1916-ban. Az eredetileg faszekrénnyel készült szalonkocsit az 1940-es években korszerűsítették. Később a komfortigényeknek megfelelően ismét felújították. Szalon, étkező és bárkocsiként is berendezhető. A Nemzetközi Hálókocsi Társaság egykori 230-as pályaszámú VR-252-es Matthias névre elkeresztelt étkezőkocsia a II. Világháború végére olyan súlyosan megsérült, hogy annak helyreállítása már nem volt lehetséges. Az 1940-es évek végén a Márs-Dunakeszi járműjavító az eredeti kocsi tervei alapján, amely 1916-ban készült el, olyan étkezőkocsit épített, mely mindmáig egyedülálló típust képvisel. Az étkezőkocsik kezdetben normál MÁV gyorsvonatokban közlekedett, később átkerült a MÁV kormányzati utazásokat teljesítő kocsi parkjába. Az 1970-es évek végén a kocsit kivonták a forgalomból, és a Budapesti Műszaki Egyetem vasúti tanszékének épülete elé állították ki. 1997-ben külső felújítását a Szolnoki Járműjavító Üzem, belső restaurálását a MÁV Nosztalgia Kft. Végezte. Napjainkban a MÁV Rail Tours Kft. Szervezésében szolgálja a nosztalgia utazások során az utasok kényelmét. A MÁV cégjelzésű CMN sorozatjelű harmadosztályú kocsikat 1918-ban az aradi Weitzer vagongyár gyártotta középfolyosós, nyitott előteres kivitelben. 1913-ban jelent meg a magyar vasutak vonalain a személykocsi típus család. 1913 és 1923 között 192 darab másodosztályú, valamint 1599 darab harmadosztályú kocsi beszerzésére került sor. 1955-től a kocsik jelentős részét acélvázasították. A teljesen tönkrement felépítményű járműveket
a MÁV debreceni járműjavító üzem újította föl. A kocsik felújítása óta a Nosztalgia flotta értékes darabjai. A DA 6404-es podgyászkocsi 1915-ben készült egy Győrben a Magyar Vagon és Gépgyár által. A MÁV VN és VIVI jellegű ABAK 20-10-89 kocsikkal a távolsági személyvonatok első és másodosztályú utasainak is azt a kényelmet kívánták biztosítani, amit a kéttengelyes kocsikkal szemben a forgóvázas járművek lágyabb futása biztosított, szükség esetén pedig gyorsvonati kocsiként is szolgálhassanak. A teljesen tönkrement felépítményű kocsi újjáépítését 1991-ben a MÁV debreceni járműjavító üzem végezte az eredeti kialakításának megfelelően. Az egykori cseh és kél szabadalmazott déli vasút a századforduló idején a gyorsvonati forgalom korszerűsítésére 14 darab első és másodosztályú, valamint 10 darab harmadosztályú személykocsit szerzett be, ezekből 5-5 darabot a Magyarországi Üzletigazgatóság számára. A három utolsó ABAÜ 628-630 pályaszámú első és másodosztályú kocsit a Budapesti Ganz és Társa vasúti kocsigyár építette. A magyarországi kocsikat az 1909. évi átszámozáskor ABAÜ 11801-től 11805-ig, illetve CAÜ 14801-től 14805 pályaszámokkal látták el. A kocsikat a MÁV átvételt követően az 1930-as években dongatetős kivitelre építették át. Gyorsvonati nosztalgia forgalomra alkalmassá téve a Millenniumi Kormánybizottság támogatásával újjáépítette a szombathelyi MÁV vasjármű, járműjavító és gyártó Kft. A Millennium évében. A Ganz és Szie Danubius által gyártott, 1927-ben elkészült ABA 2305-ös párnás személykocsi a típus család legelegánsabb, nemzetközi forgalomra is alkalmas kocsi típusa volt. Az első és másodosztályú négytengelyes gyorsvonati kocsi kényelmes párnás ülőhelyekkel rendelkezik.